Kézfogás a belügyminiszterrel még a kinevezéskor. Tasnádi László 2014. június 15-én lett a belügyminisztérium rendészeti államtitkára. Kinevezését szinte minden ellenzéki párt kritizálta, mert kiderült, hogy a rendszerváltás előtt 3/2-es tiszt volt, vagyis kémelhárító. Ő azonban nem érezte úgy, hogy ez aggályos lenne. Bármilyen hihetetlen, ez egy szakma. Magyarországon keverik össze a szakmát a politikával. Tehát én nem gondolom, hogy aggályos lenne. Levéltári adatok szerint Tasnádinak két ügynök is jelentett Nagy Imre 1989-es újratemetéséről, amelyen Orbán Viktor is beszédet mondott. Az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából október 23-án a belügyminiszter javaslatára a köztársasági elnök altábornaggyá léptette elő. Lázár János miniszter akkor azt mondta, az egész kormány furcsának találta a döntés időzítését. Ez kínos, kellemetlen, és nincs rendben a történet. Ezt tudom ennek mondani, ez egy probléma. Már akkor felröppent a hír, hogy Tasnádi László az őt ért támadások miatt le akar mondani. Lázár János 3 nappal ezelőtt azonban erről még semmit nem tudott. Nem tudok még ilyen ötletről és kezdeményezéssel. A Magyar Közlöny szombati számában mégis megjelent, hogy a miniszterelnök javaslatára Tasnádi László megbízatása megszűnik. Az LMP szerint, ha a kormány elfogadta volna az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról szóló javaslatukat, Tasnádit ki se lehetett volna nevezni. A Fidesz-KDNP azonban nem hajlandó leszámolni a múlttal. Ilyen módon került kinevezésre az államtitkár úr is. Sokkal inkább azt látom, hogy itt egy olyan fajta rivalizálás megy most a kormányon belül, ami nemzetbiztonsági területen tényleg fatális következményekkel járhat. A Fidesz szerint viszont semmiféle belső konfliktus nincsen. Tasnádi László elérte a nyugdíjkorhatárt és nyugdíjba megy. Ez teljesen természetes. Nyugdíjas éveit szeretné tölteni, jó pihenést kívánunk neki. Ugyanezt írta a belügyminisztérium is, megkeresésünkre annyit közöltek, hogy Tasnádi László elérte a hivatásos szolgálat felső korhatárát, így egész egyszerűen nyugdíjba akart vonulni, és döntésében sem sértődöttség, se egyéb ügyek nem játszottak közre.